A Magyar Tűzoltók Napja, egyben Szent Flórián napja is, aki a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének, a bátorságnak, az önfeláldozásnak, a becsületnek és az emberek megsegítésének. Több mint 20 településről érkeztek hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók Nyíregyháza belvárosába azért, hogy ezekről az erényekről tanúbizonyságot tegyenek. Itt ezen a versenyen olyan versenyszámokban indulnak el a tűzoltók, hogy amivel találkozhatnak szinte nap mint nap, tehát olyan kihívásokkal ugye felszereléseket kell eljutatni ugye egyik helyről a másikra, társmentést kell végrehajtanunk, ott egy 80 kg-os bábúval szimuláljuk. Ugye itt a látványosság kedvéért, mivel cél ennek a versenynek az is, hogy minél több ember szólítsunk meg tűzoltóság irányába, mutassuk be ugye azt, hogy mit kell egy tűzoltónak, mivel találkozik, mit kell neki végrehajtani. Tehát ezért egy tűzoltó trabant húzás is benne van. Van benne egy ketrec, egy ilyen pszichai akadálypálya, ahol ugye keresztül kell neki jutni, különböző nyílásokon át kell verekednie magát. Tehát ilyen erőt próbáló akadályokon kell túljutni. Ez nem a teljes lista természetesen. Létrával futás, állványra felfutás és abroncs átforgatás is szerepelt azok között a feladatok között, melyeket megpróbáltak a tűzoltók a lehető legrövidebb idő alatt szakszerűen kivitelezni. A megmérettetés 3 korcsoportban zajlott. 62 versenyzőnk van, hogy mi is ugye az idővel úgy gazdálkodtunk, hogy biztonságosan időben ugye végre tudjuk egy nap alatt ezt hajtani. Illetve, mint mondtam, ez az első tűzoltó verseny, tehát tapasztalatokat is szerezzük. Önkéntes, létesítményi, önkormányzati és hivatásos tűzoltók is indulnak. Dunántúlról, fővárosból, nagyon sok település és Szatmárnémeti városából is. Hát és a díjazás, nagyon gazdag díjazás, nagyon sok támogatunk volt a városban, és itt a működési területünkön, tehát nagyon gazdag díjazása készültünk, 3 korosztályban, 35 alatt, 35-től 45-ig, 45 év felett, tehát 3 korosztályban kapnak díjazást, a legjobb létesítmény, a legjobb hivatásos, a legjobb önkormányzati, tehát mindenkire, a legidősebbre is mindenkire gondolunk, tehát nagyon gazdag díjazásra számíthatnak a versenyzők. Az elmúlt évtizedben a keleti régióban csökkent azoknak a fiataloknak a száma, akik a tűzoltó hivatást választják. Ezért a rendezvény arra is hivatott, hogy toborozza a vállalkozókedvű fiatalokat. Ignác Sándor, tűzoltó őrmester, 4 éve dolgozik tűzoltóként, és mint versenyző indult el az erőpróbán a 35 év alatti korosztályban. A legnehezebb az a kitartás és az állóképesség, tehát erre kell nagyon rágyúrni minden tűzoltónak, aki ilyen versenyen szeretne részt venni, hogy is nagyon be kell osztani az energiát, végig kell menni a pályán, és nem elsősorban ennek tüdő kell hozzá, levegő. A rendezvényhez csatlakozott a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület is, akik a belvárosban kutyás, valamint mentési és alpintechnikai bemutatót tartottak. Egészségügyi szűrőbusz, gyermeksarok és tűzoltó bemutatók is várták az erőpróbára kilátogatókat.